most heroic thing we can do now. Look the truth in the face. The Night King is coming. The dead are already here. It is time for time go. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. 8. évad 3. rész előzetes, és hát legyünk őszinték. Ez sötét. De nem kell aggódni, oké, most én leszek a fény ura, szó szerint, és megmutatom azt, amit eddig nem láttatok. Ezt a videót a tubeshop.hu egyedi pólók támogatta. Ezúton is köszönöm szépen a szponzorációt. A csatáról mondanék egy kis információt. Hatalmas, tehát iszonyatosan nagy lesz. Úgy írták le, hogy az egész filmes történelem leghosszabb csatája lesz. Hosszabb, mint a Helmszurdok 40 perces ostroma. Tehát magyarul durva. A Helmszurdok forgatásánál is hatalmas problémát jelentett az, hogy éjszaka forgatták. Tehát igencsak nagy kihívás volt az, hogy a nézők, azaz mi, lássunk belőle valamit. Itt most nem vihar lesz, hanem tűz. A leghősiesebb dolog, amit tehetünk, az az, hogy szembenézünk az igazsággal, mondta Sansa. Szerintem arra utal, hogy szembenéznek a valósággal. Tehát eljött a halál, és pontosan tudják, hogy a túlélési esélyük csekély. Feltehetjük a kérdést, hogy miért éppen Sansa mondja. Egy kis utalás. Ha visszaemlékszel a fekete vízi csatában a vörös toronyban gubbasztott Cersei-vel, aki amúgy szintén kapott egy ilyen kis páncélszerű történetet, ami úgy szintén csak egy szimbólum. Szimbolizálja, hogy háború van. Cersei elmondta neki, hogy mi történik akkor, ha a város elesik. Do you have any notion of what happens when a city is sacked? No, you wouldn't, would you? If the city falls, these fine women should be in for a bit of a rape. Half of them will have bastards in their bellies come the morning. Na itt nem lesz erőszak, egyszerűen lemészárolnak mindenkit. Látjuk a makulátlanokat, semmi extra, viszont van egy kis újdonság. Ha esetleg még nem hallottad volna, a tribusé az jó. Viszont ha megfigyeled, ez nem tribusé, hanem egy onager. Katapult. Hogy honnan van, gondolom most építették. Ami itt fontos, az a lövedék. Tehát ez úgy néz ki, mint egy sima kő, de nem az. Itt vannak mögöttük a parázstartók, amik azért vannak ott, hogy a lövedékeket meggyújtsák. Mivel eszméletlen durva, ezért szemléltetném, hogy mire képesek. Tehát a rómaiak lövedéke az kátránnyal, meg mikor mivel volt megtöltve, de a hatás az hasonló lesz. Látjuk szürke férget, aki az első sorban lesz. Ha esetleg érdekel, hogy miért van a pajzsukon sárkányüveg, jobb felső sorokban a videó. Danny és John egy magaslaton. Először is, nézzétek meg Danny ruháját, de komolyan. Látod ezt? Ez egy ilyen fekete sálszerű, de az a lényeg, hogy rajta van. Majd mindjárt elmondom, hogy ez miért fontos. Az ott deres, ez pedig az emberek hadserege. Ez a hadsereg elég nagy. Szorozd meg 3-mal, de inkább 4-jel, na akkora a holtak serege. Miért vannak ezen a magaslaton? Tehát az a tervük, hogy Brandt elviszik az istenerdő közepére, és előcsalogatják vele az éjkirályt. De ha a két sárkány túl közel van Brandthez, akkor Béla, aki köztudottan szégyenlős, nem fog megmutatkozni. Tehát ezért vannak itt. Szeretném hozzátenni, hogy tök jó, hogy Bran elmondta, hogy mit akar, meg ilyesmi, de az egyetlen dolog, amit mindenki elfelejtett, az az, hogy az éjkirály egy zöldlátó. Tehát pontosan tudja, hogy csapdába akarják csalni. Fattyak csatája, valaki, ott mi történt? Csapdát állítottak Ramsaynek, de Ramsay volt az, aki csapdába csalta őket. Tehát át akarják vágni azt, aki feltámasztja a halottakat.
Hát most figyelj. És ha már itt vagyunk, beszéljük meg ezt. Ugye azt mondtam, hogy ő ott Béla. Technikailag így van, hiszen az az ő kardja. Azonban, mint kiderült, az a más nem az éjkirály. Tehát ez azt jelenti, hogy mégiscsak sárkányon jön. Ő itt hódító Egon Balerion hátán. Ő pedig hódító Daenerys Drogon hátán. Megfilmesítették a képet. Iszonyatosan király. Na szóval mit látunk? Jóformán semmit. Lejátszom a klippet vagy ötször, és mutatom, hogy mit kell figyelni. Az, aki Drogon hátán ül, rendelkezik Daenerys sállával. Azzal, amire azt mondtam, hogy nézd meg. Illetőleg, ha nagyon koncentrálsz, látsz egy kis lobogó hajat. Tehát ő Dany. Miért lényeges ez? Az egy dolog, hogy hódító Egont megfilmesítették. De ez lesz az, amikor a felhők közül egyszer csak előbukkan Viserion. Ez lesz a sárkányok tánca. Tehát amennyire beütött a kép, annyira beütött az is, hogy a két sárkány harca itt fog megtörténni. Ha tényleg így lesz, akkor bontok egy sört. Itt van Sam. Ami érdekes az az, hogy nincs a kriptában. Vagy csak még nincs. Tehát amikor a szabad nép megtámadta a Fekete Várat, akkor ő is kivette a részét a védelemben. Illetve ne felejtsük el, hogy annak idején ő megölt egy mást. Szerintem ismét meg fog ölni egyet, de ez csak ilyen kis apróság. Sansa és Arya Deres falán. Először is. Erről a katonáról elmondhatjuk, hogy nem visel sisakot. Lényeges. Általában igen. Tehát amikor csatára készülnek és egy katona nem visel sisakot, az általában azért van, mert az illető fontos. Nem tudom kivenni, hogy ki lehet ő, szóval mindegy. Arya már készen áll, hiszen nála van az íja. Mint említettem, ez az íj olyan, mint amit a magyarok is használtak. Illetve Arya ezzel gyakorolt, mielőtt megkapta volna Gendry lándzsáját. Látjuk Davost. Davos Deres északi kapujának az egyik bástyáján van. Miért? Ő lesz az, akinek meg kell adni egy jelet arra, hogy a várárkot felgyújtsák. Nagyon fontos megérteni, hogy ha a várárkot felgyújtották, akkor az egy dolog, hogy a zombikat feltartja, de a saját katonáiknak vége. Nem tudnak hová menekülni. Deres kriptájában vagyunk, ott van Szegfű és kicsi Sam. Most már azt is tudjuk, hogy ez a kislány valószínűleg az, akinek Szegfű azt mondta, hogy örülne, ha megvédeni őket. Látjuk Varyst. Na most Varysszal az a helyzet, hogy ez a harmadik rész, amiben benne van. Volt kettő mondata, illetve legalább három alkalommal meglepetten nézett. Hát ez nem sok. Ugyanitt van Tyrion, aki biztos lehetsz benne, hogy harcolni fog. Ő soha nem volt ez a beszari típus, tehát ki fog menni és harcolni fog. Ha visszaemlékszel, a Fekete Víznél ő volt az, aki elmondta a katonáknak, hogy növeszhetek már golyókat. Az újaknak mondanám, hogy Deres kriptájában ezek a szobrok különlegesek. Tehát magát a kriptát mágia védi. A mások technikailag nem tudnának ide lemenni. Viszont ha nem mennek le, akkor csak simán kifogynak az élelemből, tehát vagy így, vagy úgy, de meg fognak halni. A 8. évadban eddig nem túl sok CGI volt. Tehát mi van akkor, ha a CGI-ra szánt pénzből valóban megcsinálják azt, hogy a régi Stark királyok szellemei életre kelnek? Hallod, ha megcsinálják, na az igen. Látjuk Jorát, és ő fogja vezetni a lovasságot. Tegyük fel, hogy a lovasság rohamot indít. Ha így van, akkor ott lesz Szellem, és még akár Niméria is. Szellem Jon rémfarkasa, Niméria pedig Ariáé, és ugye neki van egy saját falkája. Jon azt mondja, az éjkirály közeledik. Ó, igen. Ki hitte volna? Csak mondom, hogy a dotrakiak még mindig arakokat forgatnak, tehát remélem, hogy nem felejtettek el sárkányüveget adni nekik, már mint érted, az kellemetlen lenne. Na, ő ott szürke féreg. Ahogy én látom, itt annyi történt, hogy elfogyott a hadsereg. Tehát ezt a négyszög alakzatot már akkor veszik fel, amikor elérkezett az utolsó lehelletig harcolnak pillanat. Dondarrion és Sandor bent vannak Deresben. Amennyire tudjuk, Deres csarnokát a Mormontok védik. Tehát Lyanna Mormont és az ő katonái. Ha engem kérdezel, Arya most fog találkozni velük.
És igen, ha ez így van, akkor azt is elmondom, hogy itt meg tudják csinálni, hogy Sandor meghal azért, hogy valóban megvédje Aryát. John deres Isten erdejében van, és pont olyan fejet vág, mint aki találkozott Bélával. Egyébként, ha megfigyeled, itt még bundát visel, itt meg már nem. Meg lehet, hogy semmi jelentősége nincs, de gondoltam, elmondom. Theon ugyanitt van, látjuk a háttérben deres varsafáját. Tehát a varsafánál lesz Bran, és Theon meg a vasszülöttek körbeveszik őt. Kicsit ironikusnak találom, hogy Theon pont egy íjjal védi Brant. Nagyon bízok benne, hogy túléli, de én már eltemettem. Az utolsó jelenetben látjuk Brient, aki a balszárny parancsnoka. Ott van még Jamie. Szerintem itt egy kicsit túlságosan megijedtek. Tehát tudják, hogy jönnek a holtak, tudják, hogy jönnek a mások, szóval... A holtak seregében vannak zombi medvék, azt már láttuk, zombi óriások, meg minden, amit megöltek. Na meg vannak még pókok. Jégpókok. Mondjátok azt, hogy nem így van, de én simán el tudom képzelni, hogy azért vannak ennyire betolva, mert itt a jégpókok rohannak feléjük. Tehát összegezve, mindenki meg fog halni, a vörös nász ehhez képest olyan lesz, mint egy kellemes piknik. Ha ténylegesen azért nem költöttek a CGI-ra túl sokat, mert erre az epizódra kellett, akkor én azt mondom neked, hogy látni fogjuk azokat a jégpókokat. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!